A fotoszintézis mértékének függése a fény erősségétől. Három nagyméretű, vízzel töltött főzőpohárba egyenlő mennyiségű átokhínár darabokat teszünk. A növényeket üvegtölcsérrel borítjuk le, az üvegtölcsér szárához pedig mércével ellátott üvegcsövet illesztünk. Ennek segítségével tudjuk mérni a fotoszintézis során felszabadult oxigén mennyiségét. Az első főzőpoharat alulról közvetlen fénnyel világítjuk meg. A második és a harmadik főzőpohár alá egy, illetve két rétegben sötét fóliát helyezünk, így csökkentjük a fényerősséget. Néhány óra múlva összehasonlítjuk az üvegcsövekben összegyűlt oxigén mennyiségét. Jól látható, hogy az erős fénnyel megvilágított növény esetében volt a legintenzívebb a fotoszintézis.